Kedves nézők, a háttér első részében a Kossuth Művelődési Központ programjai kerülnek elsősorban terítékre. Nagyon gazdag a kínálat. A stúdió vendége a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetője Détári Lukács Ágnes. Ágnes, kezdjük is. Köszönöm szépen, hogy eljött. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Ne nézzünk annyira előre, csak holnapig, én arra kérem. Hiszen már egy holnapi programot tud ajánlani, és akkor egyben arra is kérem, hogy bontsuk meg októbert és novembert, mert valóban nagyon gazdag a kínálat. Kezdjük akkor októberre. Ugye itt az őszi időszak, az október, ami a színházi előadásainknak az indulását jelenti. Ugye holnapi nap lesz egy különleges előadásnak, gyakorlatilag mondhatnám, hogy vidéki premierje, mert nem volt ez az előadás még vidéken, a fővárosba került bemutatásra. Vödöcs Tibor meg se kínáltak könyvének színházi adaptációja, Túróci Szabolcs előadásába került a Hadszín Teátrumban bemutatásra a nyár folyamán, és ugye mi vagyunk gyakorlatilag az első vidéki helyszín, elsők között, akik elhívták ezt a produkciót, és ennek lesz debütálása, mondhatnám úgy, nekünk is a színházi évadnak az első színházi előadása, illetve ennek a produkciónak is a színházteremben. Úgyhogy ez az első programunk, még rá lehet rá jegyet kapni, ez a Meg se kínáltak című produkció. Ez akkor holnap? Így van. És akkor további programok, és október még? Jövő héten pénteken indul a színházi bérletünk, a Rivarda bérlet, amivel ugye nagyon sokat hezitáltunk a nyár folyamán, ugye látva itt a különböző pandémia hullámokat, hogy hogyan legyünk okosak, hogyan szervezzük, de maradtunk a klasszikus felállásban, hogy 4 előadásból álló színházi bérletet raktunk össze, és gyakorlatilag, ha bármi történne, akkor ugye ezeket pótdátumokon majd fogjuk pótolni. Jelenleg ugye nincs korlátozás a színházi előadásokat, illetve az olyan előadó művészeti programokat, ami előre megváltott jeggyel kell rendelkezni, és ülőhelyel ellátott nézőtér, oda ugye nem kell védettségigazolvánnyal rendelkezni, tehát így szabadon látogatható, mindez lehet regisztrációs jegyet is, vagy ugye megváltott jeggyel is az olyan programok, ez is ugye az, tehát ugye jegyvásárlás után lehet majd megtekinteni, tehát nem kell védettségigazolvánnyal rendelkezni. És beindítunk novemberben majd egy pódiumbérletet. Ugye általában a Rivalda bérletben olyan nagy színpadi előadások vannak, amik nagy látványos díszlettel, jelmezzel vannak, és könnyedebb témákat boncolgat, krimi, komédia, szerelmi történet és egy ilyen kikapcsolódás, egy ilyen könnyedebb előadásokat választottunk össze. Ugye itt évek óta együtt dolgozunk az Orlai produkcióval, a Belvárosi Színházzal, ugye együtt működést kezdtünk el a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházzal, onnan jönnek produkciók, illetve a Veresegyházi Színházzal, őtőlük 2 produkció is érkezik a bérletbe. Igen, viszont van a pódium bérlet, ami nekem egy ilyen szívem csücske, ahol olyan témákat boncolgatunk, ami általában társadalomkritikus és aktuális ügyekre fókuszál, és ennek lesz egy 3 előadásos, tehát a bérletnek 3 előadása. Novemberben kezdünk a Love Letters-szel, egy 2 személyes szerelmi történet, amelyben Gálfi László szerintem először érkezik Ceglédre, vagy hát nagyon régen járatott Ceglédre, ha volt is, volt. Igen. Hernádi Judittal lesznek egy párban. Budapesten ez nagyon sikeres, ez a Love Letters, különböző felállásban szokták előadni, a Centrál Színháztól kezdve több helyen is, és én nagyon örülök, hogy eljön hozzánk ez a produkció, és aztán majd januárban lesz a következő. Ott pedig Péter Fibori érkezik az Apád előtt nevetköz című produkcióval, aki volt egy anya előadásán, az tudja ezt a produkciót majd értékelni. Ez is egy ilyen társadalomkritikus darab lesz, és márciusban pedig Rátóti Zoltán fog érkezni Huzella Péterrel, a Bor filozófiája előadással, így van, ez lesz a 3. darab. Valóban nagyon széles a paletta és a kínálat. Mit emelne még ki a következő hetekből? Hónapokat nem is merek mondani, mert valóban rengeteg a program.
Például azt mondom, hogy országos vándorgyűlés novemberben. Igen, ez egy nagyon megtisztelő szakmai program lesz, nekünk szervezőknek megtisztelő, meg hát magának az intézménynek is, a Magyar Népművelők Egyesülete több évtizede működik, egy érdekvédelmi szervezete a népművelőknek, művelődésszervezőknek, ugye minden megyében van egy megyei szervezet, és ezek alkotják ezt a szövetséget, és 37. alkalommal szervezik ezt a vándorgyűlést az országban, mindig más intézmény fogadja be, és lesz a házigazdája. Idén, most már harmadik nekifutásra ugye a pandémia miatt, Cegléd lesz a házigazdája ennek a programnak, és nagyon komoly előadások érkeznek. Kultúrafinanszírozás a témaköre, mindig van egy témája minden évben ennek a vándorgyűlésnek, most a kultúrafinanszírozás van a fókuszban, és hát nagyon örülök, és nagyon megtisztelő, hogy egy ceglédi államtitkár is részt fog venni ezen a ceglédi vándorgyűlésen. Banai Péter, aki a kultúrafinanszírozásról fog előadni, de közgazdászok, kulturális szakemberek lesznek, kulturális államtitkárral lesz egy kerekasztal beszélgetés, majd ugye aktuális lesz, akkor a részletes programot úgy is ismertetjük. Időbeli korlátok miatt egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy minden programot ismertessünk. Hozott műsorfüzetet. Ez hol érhető el? Ez a jegypénztárunkban, illetve a Turinform irodában, illetve vittünk ki partnerekhez, például a fürdőben is megtalálható műsorfüzet a jegypénztárnál. Hogyha a rendezvényekre gondol, és az elmúlt hetekre, hónapokra, és egy kicsit itt most a járványra térek vissza, akkor nyilvánvalóan járvánnyal átitatottak még most is a mindennapjaink. Ez a látogatottságban, az aktivitásban, ez hogyan mutatkozik meg? Most azt tudom mondani, hogy teltházzal működünk, tehát a csoportok is beindultak, és nagyon szép számmal működnek, mind a mozgásos csoportjaink, mind a kézműves, mind a nyugdíjas klubok, tehát azt mondhatom, hogy teltházunk van, és nem nagyon tudunk helyet adni, ugye, illetve a programjaink is nagyon szép látogatottsággal mennek, és működnek, és viszik a jegyeket is. Nagyon sokat jelent, hogy a védettségi kártyát azt jelenleg nem kéri a rendelkezés az előadó művészeti programoknál. Ennek látszott a hatása júniusról júliusra, és egy fokozatos bizalom kiépülés látszódott júniustól. Ugye az őszi időszaktól tart mindenki, én bizakodó vagyok, hogy maradnak a programok, és nem kell benne korlátozást eszközölni, mert az megint egy visszaesést jelentene. Úgyhogy látom a gyerek előadásokon, tegnap indult ugye a bababérletünk is, hogy ott is bizalommal vannak, bölcsis csoportokat is hoztak, szülők is jönnek, tehát a közösségben lenni nagyon fontos dolog, ráadásul egy ilyen hosszú bezártság után mindenki vágyik a társaságra, és mindenki vágyik a kulturális feltöltésre, ahogy mondtam, sokat a pandémia alatt azért a kultúra az mentális életmentő. Kossuth Művelődési Központ és felújítások. És nagyon örülünk, hogy minden évben jut egy felújítás, mert azt jelenti, hogy használjuk a házat, és muszáj megóvni, megvédeni, meg felújítani egy-egy részét. Ugye a tavasz folyamán az oldalfalaknak a textilcseréjét kezdtük meg, ezt fogjuk folytatni az ősszel is, illetve az udvaron, az A udvarnak a szennyvízcső cseréje történt meg, illetve most az új térkő frissítése történik, jelenleg egy nagy méretű homokozónak néz ki az A udvarunk, de egy-két héten belül nagyon szép új udvarunk lesz. Ugye ezt használtuk egész nyáron a szabadtéri koncertekre, bőrzékre szoktuk használni, úgyhogy nagyon várjuk, hogy egy szép udvart fogunk kapni, és hát aztán folytatjuk folyamatosan, van még másik két udvarunk, amit majd a tavasz folyamán fel kell újítani. Pozitív hírek után zárjuk ezt a hátteret egy további pozitív hírrel. Jövő hét szerdán Noszvajra látogat. Miért is? A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége kiadott tavaly ősszel egy pályázatot, Látópont cím pályázatot, amire az intézményünk sikeresen pályázott, és ennek a díjnak lesz az ünnepélyes átadója a Noszvajon. Ez egy Látópont hálózat kiépítéséről szól. A Látópont címet kapott intézmények az ott folyó szakmai munkát mutatják be, ilyen Látópont utakkal, tehát ilyen szakmai tapasztalatcserék során, és az egyik
ilyen helyszín Ceglén lesz, és a Kossuth Művelődési Központ, és ennek az ünnepélyes díjátadása lesz jövő szerdán Oszvajon. Amelyhez most ezúttal is gratulálunk. Köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Jó munkát kívánok! Köszönjük!